Sziasztok, én Barna vagyok, és ez itt az AppFam. Ebben a videóban a musical.ly-ről lesz szó, úgyhogy kezdjük is. Amint látjátok, nekem is van egy profilom, és csinálgattam pár ilyen videót, úgyhogy most bemutatom nektek, hogy körülbelül milyen is ez a dolog, úgyhogy remélem tetszeni fog. Ja, ez a nevem, be tudok követni. Csinálgattam pár videót, úgyhogy majd akinek van musical.ly, nézze meg, meg lehet majd ide is be fog párat vágni. Happy llama, angry llama, dancing llama, flying llama, surprise motherfucker llama. Nos, a musical.ly-ről azt kell tudni, hogy ez az Instagramnak és a Dubmeshnek a mondhatni keveréke. Ugye ez mondhatni egy ilyen lip-sync alkalmazás, aminek az a lényege, hogy van mondjuk egy adott zenerészlet, vagy egy párbeszélgetés, vagy bármi, és arra rá kell tátogni. Azt vettem észre a musical.ly-n, hogy ez nagyon sokaknak nem megy, sajnos. Megy a zene alatta, meg minden, és ahelyett, hogy így rátátognának, vagy van, aki próbálkoznak tátogni, csak egyszerűen nem jön össze. És én nem értem, hogy akkor ezt én miért kell kitenni, miért kell megcsinálni, na mindegy. Úgyhogy szerintem ebben a videóban csináljunk is meg egyet, amúgy remélem, hogy itt oldalt látni fogjátok, hogy mit is fogok csinálni a telefonon. Na hát először is rámegyünk itt erre a kis plusz jelre. Elég sok opció van, de válasszuk most a Pick Music-ot. Remélem nem valami copyrightosat fog találni. Hoppá, akkor átugrott. Jó, legyen valami párbeszélgetés, azok általában itt szoktak lenni. Oké. Lássuk mondjuk ezt. What's up? Sorry? I can't hear you. I'm not repeating myself again. Ne. Jó, ez durva. I love me too. Wait. Ez jó. Igen, szerintem ez a musical.ly-nek az egyik ilyen legnehezebb pontja, hogy ugye találjatok valamit, amire tudtok is csinálni, valamit, hogy ez el fog tartani egy kis ideig. Na, ez jó pofának tűnik. Jó, akkor ezt csináljuk meg. Uha. Ja, ez a gomb, ez nyilván szépen meg lehet fordítani. Ja. Ott vagytok. Hello. Na, úgyhogy igazából meg fogjuk csinálni ezt a cuccot. Taktikusabb a festre menni. Az igazából az, hogy belassítja magát ezt a szöveget, szóval kicsit könnyebb lesz rá tátogni. Mindjárt megnézem, mi volt a szöveg. Jó, nem bonyolul, csak az eleje. Jó, kezdjük is. Mivel ez valahol ilyen kétszemélyes dolog, amit itt mondanám benne, úgyhogy két irányból fogom majd felvenni, úgyhogy majd meg is látjátok, miről van szó. Kezdjük is. Ezt kicsit tovább kellett volna hagyni. Ja igen, szóval azért, hogyha felvetetek valamit, akkor itt van ez a kis visszagomb. Ki is tudjátok törölni, amit csináltatok, úgyhogy újra is tudjátok kezdeni a szakaszokat. Aha, what Billy, aha. Nem jó. Nem, ugye figyelni kell arra, hogy nyilván a párbeszéd az normális hangzon, úgyhogy ez is időigényes folyamat ez a rész. Ezt újra csináljuk. Ez nagyon jó, ez tetszik.
Jó, ezek után igazából már csak annyi a dolgunk, hogy itt el lehet nevezni ezt a dolgot. Amikor ilyen pizza! Jó. És akkor itt rá tudtok menni arra, hogy post rakjuk is ki mondjuk a népnek. Jó, itt ugye vannak olyan opciók, hogy el lehet küldeni, stb. Itt a mornán lehet azt hiszem letölteni. Nem, akkor ki kell itt lépni. Jó, és akkor itt van ez a három pont. És itt lehet Save to Camera Roll. Úgyhogy le is tudjátok menteni a telefonotokra, és így is elküldeni, vagy már ugye amikor feltöltöttétek, akkor ugye is tudjátok küldeni Messengeren. Na, szóval ennyi is elég volt ebben a hülyeségből. Még meg akarok nektek mutatni egy musicalist, aki szerintem baromi kreatív, nagyon szeretem a videóit, úgyhogy ebből megnézünk egy párat. Mivel itt is vagyunk a profilján, a neve Marcus Houston, 41 ezer követője van, szerintem sokkal többet érdemelne, vagy 41 millió, úgyhogy nézzünk is tőle valamit. Mondjuk ezt. Jó, hát ez meg a bemelegítés, tehát alapból annyira szeretem ezeket a kameramozgásokat, a vágásokat, baromi kreatív ez a fickó. Például a duetteket is szokott. Most nem állt, rohadt jó. Ez tök király, most mondjátok meg. Mostanság rakott ki egy videót, szerintem ez lesz az. Jó, ennek a fickónak baromi király vágásai vannak. Itt van a musicalink középen ez a kiemelt rész, ahol musicaliket szoktak kiemelni, amik itt nagyon királyak. Ja, és még egy dolgot mutatok, hogyha esetleg egy zene megtetszene nektek, mondjuk most nézzük meg az előzőt, visszamegyünk. Jó, még pont ez a zene, ezt mondjuk nézzük meg. Ha itt megnézitek, itt oldalt ott van ez a kis bakelit lemez, ami pörög, arra rámentek. Jó, most nem feltétlen, de ha szeretnétek ezzel videót csinálni, akkor rámentek a Shoot Now. Szóval igazából ennyi is lett ez a videó, akinek van musicali, az kövessen be engem. Ez pont egy olyan alkalmazás, amivel jó pár időt el lehet tölteni, mert szerintem egész jól lefoglalja az embert. Szóval ha esetleg vannak itt ilyen unatkozós nézőim, akkor ezt ajánlom is nekik. Úgyhogy ja, igazából ennyi is lett volna a musicalis videóm. Remélem, hogy tetszett nektek. Meg úgy unblock ez az új sorozat dolog ötlet is tetszik nektek. Köszönöm a figyelmet, én Barna voltam. Sziasztok! Tommy, guess what? What, Billy? We're getting pizza! Pizza? Yeah! Yeah! Yeah!